37 amerikai állam és kerületi főügyész perelte be közösen a Google-t a versenyszabályok megsértése címén. A felperesek szerint a Google megvásárolta a versenytársait és korlátozó szerződésekkel tartotta fenn jogellenes monopóliumát az alkalmazás áruházában. A vizsgálat még 2019. szeptemberében kezdődött szinte az összes amerikai állam részvételével. Ennek eredményeként három másik per már folyamatban van a technológiai óriás vállalattal szemben. Az államok azzal érvelnek, hogy a Google hatalmas haszonkulcsot generált, a Play áruházból az Android alkalmazások és az alkalmazáson belüli áruk értékesítésének monopóliumával. A felperesek szerint indokolatlanul magas a Google akár 30%-ot is elérő jutaléka, amelyet a cég a platformon keresztül terjesztett appok által generált bevételből szed. Az Egyesült Államokban a letöltött Android alkalmazások 90%-át a Google Play adja, a perirat szerint.